Az esemény célja, hogy felhívja a szélesebb közönség, ezen belül is elsősorban a fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. Ismert tény, hogy a gyermekek fiatalkorúak főként pihenés kikapcsolódás céljából szabadidejük nagy részét internetezéssel töltik a számítógép előtt. Az alsós kisgyerekek is rendszeres internethasználók, naponta gyakran akár órákat is töltenek az interneten. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság ebből a napnak az alkalmából az internet veszélyeire hívja fel a gyermekek figyelmét, elsősorban az áldozattá válás elkerülése kapcsán. Kollégáimmal együtt több általános iskolában és középiskolában tartunk az internet veszélyeiről előadásokat a hét folyamán. A gyerekek jól kiismerik magukat a világhálón, a szülők pedig gyakran nem is tudják, hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ. Csalók, adathalászok és zaklatók prédái lehetnek a gyermekek. A gyerekeknek a különböző közösségi oldalak veszélyére hívjuk fel a figyelmet, képmegosztásokra, hogyha például a különböző chat oldalakra, hogyha valaki zaklatja őket, akkor ebben az esetben mi a teendő, kinek kell szólni, hogy kell szólni. A különböző internetes áruvásárlásokkal kapcsolatban beszélgetünk, ezek a főbb témák. Fontos, hogy a szülők, tanárok rendszeresen beszélgessenek a gyermekekkel internetezési szokásaikról, és arról, hogy miként lehetnek online is biztonságban.